A KDNP frakció vezetője szerint abban volt egyetértés a pártok között, hogy nem szabad húzni az időt, minél előbb kell dönteni az új államfő személyéről. Harrach Péter szerint egy eszmeiségében a párthoz közel álló személyiséghez ragaszkodnak, de azt is elmondta, hogy nem zavarná, ha párttag lenne az aspiráns. Ez önmagában ugyanis nem jelenti, hogy ne lehessen jelölt valaki. Az egyeztetésen az ellenzék által megfogalmazott neveket elfogadhatatlannak tartják. Az este vendége Harrach Péter, a KDNP frakció vezetője. Jó estét kívánok! Ön azt mondta, hogy sok név fordult meg, mindenkitől megkérdeztem a neveket. Milyen nevek fordultak meg? Nem az egyeztetésen, aki most már neveket tud nekem mondani. Hanem az egyeztetéstől függetlenül kerültek elő nevek. Az egyeztetésen egy név került elő, a Gyurcsány Ferenc csapata Iványi Gábort javasolta. Támogatható lenne Iványi Gábor? Nem hiszem, hiszen ha az feltétel, hogy ne pártkatona legyen, Iványi Gábor az SZDSZ képviselője volt, mert szerintem nem ezért nem támogatandó, az eszmeisége miatt. Igaz, hogy a miniszterelnök azt mondta a tegnap reggeli frakcióülésen, hogy nem akar konszenzusos, nem sikerül ezt ma kimondanom ezt a szót, független államfőt, csak is tőle jobbra álló elnököt akar. Mert ezután vetődött fel a sajtóban Kövér László és Áder János neve. Elhangzott ez? Én úgy gondolom, hogy az a tény, hogy valaki párttag, vagy netán a pártban eddig szerepet játszott, az nem egy fontos szempont, hiszen egy kérdés van, hogy ki az illető, és nem az, hogy honnan jött. Ha képes arra, hogy megjelenítse a nemzet egységét, akkor mindegy, hogy a civil világból, vagy pártból jött. Mind a kettőnek van előnye. Ha valaki a pártból jön, az a politikai játékszabályokat ismeri, hiszen a köztársasági elnök végső soron politikai szereplő. Ha a civil világból jött, akkor az annak a frissességét hozza, mind a kettő lehet nagyon hasznos. Tehát elhangzott? Mire gondol, az előbb ugye azt kérdezte, hogy... Igen, igen, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy tőle jobbra álló és nem konszenzusos államfőjelölt lenne a megfelelő. Azt hangzott el, hogy a mi eszmeiségünknek megfelelő. Jó, a KDNP javasol a jelöltet, vagy elfogadják a Fidesz jelöltjét? A Fidesz és a KDNP közös frakció szövetségben hozza meg a döntéseit, ebben az esetben is ez fog történni. A miniszterelnök úr javasol egy jelöltet, arról vitatkozunk, döntünk. Ha nem felel meg, akkor egy új jelöltet fog állítani. Ha megfelel, akkor megszületik a jelölt. Ön tegnap nyilatkozott Kövér Lászlóról, azt mondta, hogy elfogadható államfő jelölt lenne az ellenzéknek is. Ön szerint elfogadható államfő jelölt lenne az ellenzéknek, és a nemzet egységét tudná ő képviselni? Nem támadnak folyamatosan azzal, hogy ő is minden törvényt aláír, mert hogy fideszes politikus? Hát nézze, egyrészt a Schmidt jelenség az nem egy dolgozatról szólt, hanem ez egy politikai támadás volt. Másrészt az is igaz, hogy... Bocsássa meg, miért mondja, hogy politikai támadás volt? Ugye Lázár János is ezt mondta, hogy politikai támadás volt. Itt azért született egy döntés a Semmelweis Egyetem szenátusának, illetve előtte a bizottságnak egy döntése. Igen, de a politikai pártok nem a dolgozatnak a miensége miatt, hanem elsősorban a máshová tartozás miatt támadták. Ha megfigyelte, mert nyilván megfigyelte az előző három nyilatkozót, Schmidtpárról alig esett szó, a következő elnök személyéről is alig-alig, de legfőképpen a Fideszről szóltak ezek a megnyilatkozások. Ez egy direkt politikai küzdelem, két tábornak a szembenállása. Az egyik tábor kilőtt egy tisztet a másik táborból, folytatódik a küzdelem. Ön tudta tegnap, hogy le fog mondani az államfő egy órakor? Mindenki számára meglepetés volt, nem csak azért, mert az előző nyilatkozatai úgy szóltak, hogy végig küzdi ezt és megmenti a becsületét, hanem azért is, mert a beszéd 80%-a ebbe az irányba mutatott. És a végén az utolsó két mondat szólt erről. Ön szerint hibázott-e Schmidt már azzal, hogy nem mondott le előbb? Úgyhogy még előző nap is azt mondta, hogy nem mond le. Nézze, ez a helyzet éppen a támadások ereje miatt, amiben nem csak az ellenzéki pártok, hanem egy nagyon agresszív civil világ is részt vett. Ez mindenképpen sérelmet okozott nem csak Schmidt-Pál személyének, nem csak a jobboldali politikai oldalnak, hanem az egész nemzetnek. Na most nyilvánvaló, hogy
ez a döntése, ez valamit helyrehozott ebből. Lehet, hogy előbb kellett volna lemondani, lehet, hogy később. Egyébként az ellenzék azt mondja, hogy erkölcsileg a kormányzó pártok is megbuktak, hiszen Orbán Viktor is személyesen, mert hogy az ő jelöltje volt személyesen Schmidt Pál, felszólíthatták volna előbb is lemondásra, nem kellett volna megvárni, ahogy ők fogalmaztak, egy szégyenteljes távozást. Én úgy gondolom, egy ember hozhatta meg a döntést jogilag mindenféleképpen, és ez az államfő volt. Mi megadtuk azt a lehetőséget neki, hogy a saját becsületéért megküzdjön, és meghozza ezt a döntést. Mert nem csak jogi szempontból, de morális szempontból is fontos volt, hogy ő maga lépje meg ezt. Egyet mondjon még, mert mi lesz Szalma Botondal? Schmidt Pálhoz és az utódjához nem sok köze van Szalma Botondnak. Mire gondol? Hát arra, hogy a KDNP fővárosi elnöke azt mondta, hogy szerinte Schmidt Pál köztársasági elnöknek le kellene mondani, tehát egy külön véleményt fogalmazott meg. Ön azt mondta, hogy meg lesz ennek a következménye, amit ő mondott. Ezért kérdeztem, hogy miért, mi lesz a következménye. Hát nézze, a párt irányvonalától eltérő nyilvános megnyilatkozás az nem szokás ebben a pártban. Tehát neki magyarázatot kell erről. Ő azt mondta, hogy miért nem mondhatná el a személyes véleményét, a kereszténydemokrata néppárt, nem a magyar szocialista munkáspárt, és nem az van, mint az 50-es években, hogy meg kell mondani, hogy ő mit mondjon. Hát nézze, ha valaki tisztséget vállal egy pártban, akkor ez a párt közös véleményét kell, hogy megjelentse. Ez magánvélemény volt, nyilván tudja, hogy mit vállal. Köszönöm, hogy itt volt.